A kenyai természetvédelmi hatóság helikoptere üldözi azt a keskeny szájú orrszarvút, amely eddig a Nairobi Nemzeti Parkban élt, de most hét társával együtt átköltöztetik pár száz kilométerrel arrébb. A Tsavoi Nemzeti Park keleti részén ugyanis kifejezetten nekik alakítottak ki menedékhelyet. Ez a látványra brutális művelet azt szolgálja, hogy nyomon követhessék ezeket az orrszarvúakat, és így a faj fennmaradásáért dolgozó tudósok a nap 24 órájában gyűjthessenek róluk adatokat. A kenyai kormány turizmusért felelős minisztere azt magyarázza, hogy kemény küzdelem volt létrehozniuk azt a Tsavoi rezervátumot. Ott Nairobinál majdnem 100 keskenyszájú orrszarvú él, és ez túl sok, az ottani nemzeti park nem tud megbirkózni ekkora állománnyal, úgyhogy ezért visznek át Tsavoba 8 példányt. További 6 pedig a Nakuru Nemzeti Parkból kerül át. A keskenyszájú orrszarvú jóval kisebb, igénytelenebb, viszont sokkal ingerlékenyebb, mint a széles szájú orrszarvú, amelynek utolsó vadon élő bikája idén márciusban pusztult el Kenyában. A fajta megmentésén több kutatócsoport is dolgozik a világban.